Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez a Szertár Podcast 113. adása, ha jól számolom, és lehet, hogy ebben az adásban lesznek még ilyen nyelvbotlások, ami annak köszönhető egyrészt, hogy nagyon-nagyon késő van, este 10 óra, amire én már nem nagyon vagyok hitelesítve. Másrészt hallhatjátok itt a környezetből, hogy nem stúdióban vagyunk, néhány szuszogást is be lehet hallani, ez szerintem kell hozzá. Ugyanis hol vagyunk most? Segítsetek ki. Hú, Mátraházán. Máriafürdő, nem tudom, valamelyik a kettő közül. Mátraháza szerintem az MTA-nak, Magyar Tudományos Akadémiának az egyik üdülőjében, és azt már hallottátok is, hogy hárman vagyunk itt a rögtönzött stúdióban. Kistóth Ági vagyok. Én pedig Papp Beni vagyok. És ami összeköt titeket, illetve ezt a helyszínt, az az, hogy itt van a FameLab tudománykommunikációs versenynek a fő képzése, a masterklasszja. Klassza? Masterkurzus, szépen magyarul. Tényleg masterkurzusa. De masterclass is nagyon jól hangzik. Körülbelül minden résztvevő a 12 döntős, május 14-én lesz a döntő, igen. Tehát a 12 döntős odakint bulizik éppen a nagyon kemény odakint nap után. Odakint már csak 10 döntős bulizik. Már csak 10, jó. De, ja igen, mert hogy titeket elraboltalak, igen. Azért, hogy egy picit beszéljünk arról, hogy miről is van szó, illetve ti milyen előadásokkal készültök. Hát én felajánlom, hogy a hölgyé legyen az első köszönöm szó. Köszönöm szépen. Azt hittem, hát én felajánlom, hogy én kezdem. Milyen előadásra is készülök a döntőre egyébként? Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert amikor először kitaláltam, hogy jelentkezek a FameLab-re, belebeszélek a mikrofonba. Sokat segít. Akkor kb. Úgy kezdődött a dolog, hogy összeírtam egy rakat témát, ami érdekes. És hát legalább 8-at, de lehet, hogy inkább többet, és onnantól kezdve már csak így elkezdtem szűrni, hogy vajon mi az, amit igazán érdemes lenne 3 percbe összefoglalni, mert azért ez nem egy könnyű műfaj 3 percbe egy teljes kerek történetet belerakni. Igen, mert hogy itt nagyon szigorúan megvan kötve nektek, hogy csak 3 percet beszélhettek. Igen. Ez kicsit hasonló lehet a formátum, vagy emlékezhetnek, a hallgatók emlékezhettek a szindikátornál, nagyon hasonló, igen, volt a feltételrendszer. És azt gondolom, hogy igazából ez az egyik nehézség számunkra, hogy akkor egy kerek egész történetet elejétől a végéig, akár valami nagyon mély tudománnyal ellátva belerakjunk 3 percbe. Úgyhogy ezek alapján végül is, nem is tudom, olyan témákat választottam az elődöntőre, hogy az elődöntőre 2 témát kellett vinni, amit úgy éreztem, hogy elég érdekesek, és mégis beleférnek 3 percbe, úgyhogy az egyik egy statisztikus fizikával kapcsolatos téma volt, amit itt ma is nektek ugye bemutattam, hogy hogyan mentsünk életeket a komplexitás tudományával című előadás. Hát nem véletlenül hívtalak be téged ide, tehát hogy voltál te az egyik, akit idézőjelben kiemeltem a tömegből. Bárkit, igen, ki lehetett volna választani. Igen, azt gondolom, hogy elég sok jó előadást hallottunk a mai napon, meg hát fogunk is majd a döntőn. De igazából ezt ma azért adtam elő, ez volt ugye az egyik elődöntős előadásom. A másik az holográfiáról szólt, ami szintén amúgy egyébként egy nagyon érdekes téma szerintem. De azért adtam elő, mert még nem találtam ki pontosan, hogy mit viszek a döntőre. Arra is számos ötletem van, akár a saját kutatási területemből, akár más ilyen alapfizikai elméletekből, amik azt gondolom, hogy ilyen meghökkentőek és izgalmasak lehetnek bárki számára. És még nem végeztem el ezt a házi feladatot, hogy én ezzel már most a mesterkurzusra ide érkezzek, úgyhogy ezért a statisztikus fizikás témát adtam elő, és arra hallgattam meg ugye a tanácsokat előadásomra. Szerintem most építsünk be ide egy, igen, kis függést, hogy mindenki izguljon, hogy vajon hogyan lehet életet menteni statisztikus fizika segítségével, de addig egy picit oldódjunk. Igen. Hát, én pont teljes mértékben az ellentétjét tapasztaltam. Amikor megláttam, hogy 2 darab előadással kell az elődöntőre készülni, engem kicsit elkapott a pánik, mert nagy nehezen megszültem egy előadást, és úristen, mi legyen a következő? Közben én véletlenül lehúztalak téged, de szerintem lehetett hallani, hogy mit akartál mondani. Igen? Akkor igazából folytatom is. Mondom, hogy vágatlan és jó hangulatú lesz. Igazából, mivel a kiírásban is úgy szerepelt, hogy egy szívünkhöz igen közel álló témát kellett választani, hát gondolkodtam elég sokat, na jó, igazából annyira nem sokat, és igazából a kocsmatudomány felé vettem az utat. Főleg az egyik témám az elődöntőben az volt, amit ugye ma is előadtam, hogy ugyan miért is történik az, hogy amikor leülünk egy kocsmában,
iszogatni, beszélgetni, akkor aki sört iszik, mert ő az, aki a legtöbbször meglátogatja a mellékhelyiséget. A másik előadásom, ami az elődöntőn elhangzott, az pedig arról szólt, hogy valami tényleg olyan jó ötlete ráinni egy igazán erős másnapra, ugye ez a jó magyar mondás, a falusi magyar mondás tart, hogy kutyaharapás szűrével. Hát ez tudományos szempontból megközelítve lehet tényleg nem egy olyan jó ötlet. Igen, ezekről egyébként ez mondom. Egy nagyon hasznos információ volt szerintem mindannyiunk számára. Melyiket bontsuk ki először? Rátok bízom. Úgy érted, hogy az ő témáját, az enyémet? Igen. Nekem mindegy. Akkor beszéljünk az alkoholról, ha már egyébként így, ha már így erre voltál az alkohol gőzös tivornyából minket. Ugye arról beszéltem, hogy aki alkoholt fogyaszt, az többet jár vécére, de ez csak annál figyelhető meg, aki sört iszik, aki valamilyen más alkoholos italt fogyaszt, az nem megy annyit vécére, mint a sörivók, sőt, az sem megy annyit vécére, aki sokkal több folyadékot visz be, de alkoholmenteset. Szóval a turpissága, ahogy mondtam az előadásomban is, az a sörben van, illetve a sör összetételében. Ugye lényegében van, ugye akkor megyünk pisilni, amikor a húgyhólyagunk megtelik vizelettel. Ez pedig csak és kizárólag attól függ, hogy a veséink milyen gyorsan termelik azt a vizeletet, milyen gyorsan töltik meg a húgyhólyagunkat. A vesék működését pedig az agyunk részét képző kis szerv, az úgynevezett hipotalamuszunk szabályozza. Ez a kis szerv egyébként egy nagyon-nagyon jelentős hormonális szabályozó a szervezetünkben. A szexuális libidón keresztül a spermium termelésen át, a nők ovárium működésén, a szülésen keresztül mindenbe beleszól, és egyébként a vizelethasználatban. Akkor is kezdem látni az összefüggést a sör és a szexuális libidónak az alakulása között is. Lehet, hogy itt is ez a kapancs. Á, nem, mert ugye itt hormonális szabályozásról beszélünk, ami egy sokkal lassabb dolog. Ott inkább ott az van, hogy elveszti az ember a gátlásait, és előjönnek azok az állatias ösztönök, amit a frontális kortexünk ugye így legátol egy normális dologban. De visszatérve az eredeti témához, ugye a sörben lévő kis alkohol legátol egy úgynevezett antidiuretikus hormont, ami a hipotalamus termelődik. Ennek normális esetben az lenne a szerepe, hogy ne száradjunk ki, tehát az összes vizet, ami a szervezetünkben van, ne veszítsük el a vizeletünkön keresztül. Nos, az alkohol legátolja ennek a hormonnak a termelődését, a vese nem tudja visszaszívni a vizet, nem tudja visszapumpálni a vérünkbe, ezért igazából azt, amit így beviszünk, ahogy hát akkor elsütöm itt is azt a poént, amit az előadás, hogy amit a Beatrice is megénekelt, hogy ami befolyik, az rögtön kifolyik, az ugye életbe lép, tehát ha így betöltöd a sört magadba, az azonnal át is folyik rajtad. Ennek egy másik bizonyítéka, amit a szűkös 3 perc miatt így nem nagyon tudtam belefonni, de megfigyelhető, hogy sört iszik, és folyamatosan jár el vécére, az észreveszi azt, hogy egyre világosabb a pisie. Ez pedig azért van, mert ugye folyamatosan visszük be a vizet a sörrel, le van gátolva az antidiuretikus hormon, nem tudjuk visszaszívni a vizet, és igazából azt, amit magunkba töltünk, átfolyik rajtunk tulajdonképpen, és tulajdonképpen a végén, az est végén már csak tiszta vizet pisilünk ki. És mivel ezzel nagyon sok vizet vesztünk, így meg is jelenik az az igazán kegyetlen macska, jaj, amiről a másik előadásom szólt. De mielőtt ebbe belemennénk... Átkötés volt, nem így? Mielőtt ebbe belemennénk, visszaadom a szót Áginak, hogy ő is meséljen valami érdekeset. Én meséljek az előadásomról. A tiédhez reflektálnék annyit, hogy... Jó, ez teljesen jó egyébként. Mondtam, hogy én már használhatatlan vagyok, ti beszélgessetek nyugodtan, majd leállítom a felvételt a végén. Nem tudom, mi mennyire vagyunk használhatóak, de próbálkozunk. Viszont az előadásod kapcsán csak annyi, hogy mindig azt várom, amikor azt mondod, hogy hipotalamusz, hogy egyszer elrosd, és azt mondta helyett, hogy hipopotalamusz, mert nekem inkább az a szó az általános nyelvhasználatomhoz közelebb, de hát ugye én nem... A te kedvedért egyszer majd elrontom. Nem, feltétlenül a döntőn. Lehetőleg nem majd a döntőn, igen. Egyébként kíváncsi lennék, hogyha a döntőn nagyon gyorsan mondanád, és tovább lépnél egyből. Nem, a döntőre egy igazán szaftos témával készülök. Ott az ilyen Dr. House-ban, meg az egyéb ilyen orvosi sorozatokban található tévhiteknek szeretnék neki menni, és lerombolni az emberekben azokat a tévhiteket, hogy egy defibrillátor, amit is lehet csinálni. Ez nagyon jól hangzik. De akkor te se azt az előadást viszed a döntőre, amit most előadtál. Nem, csak az igazából ez érdekes, mert ezt az előadást konkrétan itt találtam ki, amikor egymásra reflektáltunk, amikor a mesterkurzuson beszélgettünk, és ötleteket adtunk egymásnak, mi lehetne javítani, ilyesmi. Azokból a válaszokból tulajdonképpen jött
a heuréka, ez az epifánia. Hát végül epifánia. Is ezért van a mesterkurzus, igen, hogy a hogy így belengedsz ilyeneket, hogy majd azt mondom el, hogy mit lehet, meg mit nem lehet egy defibrillátorral csinálni. Én meg most már nagyon kíváncsi vagyok. De nem árulhatja el csak úgy így előre. Hát, akkor a kedves hallgatóknak azt tudnám ez üzenni, hogy jöjjenek el majd május 14-én a döntőre, és hallgassák meg, hogyha kíváncsiak rá. Ezt is, meg azt is, hogy? Hogy? Tényleg, de nekem még az előző témámról kell beszélnem, hiszen emiatt választottál minket. Ugye a témám az volt, hogy hogyan mentsünk életeket a statisztikus fizikával, a komplexitás tudományával. Az az egésznek az alapja, hogy hát mindenki hallott már ilyen tömegbalesetekről, ahol egy fesztiválon vagy egy koncerten az emberek letaposták egymást, és valami tragédia lett a vége, és a legtöbb esetben azt feltételezzük, hogy ennek valami feltétlenül valami közvetlen tragikus kiváltó oka volt. Egyébként ez nem kizárt, tehát értelemszerűen előfordulnak olyan extrém esetek, amikor valami pánikot kelt, és valami miatt az emberek elveszítik a kontrollt, de az érdekes az, hogyha ezt mint egy komplex rendszert nézzük, az emberek tömegét, egy összes embereknek az összességét, akik elmennek egy ilyen koncertre, akkor egészen, hogy mondjam, meglepő eredményeket is lehet kapni, és arra lehet rájönni, hogy igazából, hogyha az emberek abszolút teljesen normálisan viselkednek, sőt, ezt egyébként ilyen kutatások is kimutatták, hogy néha veszélyhelyzetben, ilyen pánikhelyzetben néha sokkal empatikusabbak is tudnak lenni a másik iránt, mint máskülönben. Pedig azt szoktam hallgatni, tudod, amikor hírekben mondják, hogy nem tudom, agyon tapostak valakit egy-egy szerencsétlenség alatt a tömegben, hogy a sok hülye. Rögtön igen. Ez az első reakció, ez, hogy igen. Én bezzeg jobban odafigyelnék. Ez az alapkoncepció, hogy mindenképpen az emberek voltak a hibásak, mert ők nem figyeltek a másikra. Ők, az ő irracionális viselkedésük az, hogy nyomultak, hogy rátapostak másikra akarva. Ez az alapfeltételezés, hogy ez az egésznek a kiváltó oka. És értelemszerűen persze nagyon nehéz bárkit, tehát nem is lehet ilyenkor bárkit ugye felelősségre vonni, tehát emiatt ténylegesen nem jutunk odáig, hogy akkor ki hibája volt. És azért nagyon érdekes ez a felismerés, mert hogyha mint komplex rendszert, mint fizikai komplex rendszert, sok részből álló, sok részecskéből álló rendszert vizsgáljuk ezt, akkor arra jövünk rá, hogy ezek a balesetek akkor is bekövetkeznek, hogyha teljesen a világ legjobb emberei vannak összezárva, akik abszolút a legempatikusabbak, és magukat is feláldoznák akár mások kedvéért. Tehát, hogy pusztán ezek ez, a balesetek... Ez csak így zárójelben egy olyan előadás is volt, csak... Most nem hívtuk be Juditot, aki erről beszélt, hogy az emberek néha nagyon-nagyon önzetlenek tudnak lenni egymással, vadidegenekkel is. Igen, igen, pontosan volt egy ilyen. És ez abszolút helytálló, és az az érdekes, hogy megvizsgálták, hogy ha egyszerűen túl sok ember van túl kicsi helyen, tehát az emberek sűrűsége nagy, akkor a nagyon nagy sűrűség az azt eredményezi, hogy önkéntelenül egymáshoz érnek az emberek, mert hát... ott vannak közel egymáshoz, és ezek az önkéntelen fizikai kontaktusok, ezek felerősödnek úgy, hogy egyáltalán nem szándékos a dolog. Egyik emberről a másikra továbbadódnak ezek a löketek, és ilyen lökés hullámok alakulnak ki. Eleinte van is egy ilyen jelenség, amit ilyen stop and go hullámnak hívnak. Ez már egy ilyen ráutaló jel, hogy ott már a tömegben valami történik, és már valami készül, és hogyha így ez elfajul, akkor ilyen teljesen kaotikus, örvényes mozgás alakul ki a tömegbe, és ezen a ponton egyszerűen senki nem tudja ezt megakadályozni, tehát nincs senkinek akkor ereje, hogy ennek gátat szabjon. De várjál, ez nagyon rossz, mert ilyen nagyon tehetetlennek érezném magam ebben a helyzetben, de ebből hogy lehet kitörni? Vagy ha sok ember van együtt, akkor... Az egészben a tanulság, ebben az egész tanulmányban, hogy ha ez már bekövetkezik, akkor már nincs menekvés. Tehát azon a ponton már nem tudjuk mi ezt a helyzetet kivédeni és megakadályozni. Tehát az egyetlen egy mód, ahogy ez ellen tudsz védekezni, ha az emberek sűrűségét megpróbálod kordában tartani folyamatosan. És ehhez viszont az, egyébként erről ugye nem volt idő 3 percben, itt a megoldás. Kérdeznek. Ez alapvetően olyan módszereket használnak, hogy folyamatos monitorizása a tömegnek. Ez lehet akár az, hogy szervezők nézik és folyamatosan figyelik a tömeget, hogy hol sűrűsödik be. Eleve a helyszín kialakítása, például kerülni kell az ilyen beszűkülő utakat, mert azok tipikus forrásai annak, hogy besűrűsödnek az emberek. Az éles kanyarokat, meg a kereszt utakat, hogy mondjuk két tömeget egymáson keresztül vezessenek. Eleve a kialakításnál erre figyelni kell, és folyamatos monitorozás
változás, ez lehet az, hogy szervezők figyelik, és akkor folyamatosan kontaktolnak, és hogyha úgy érzik, hogy valahol beszél készülik, akkor terelik az embereket azonnal másik irányba. És egyébként egy nagyon érdekes 21. századi megoldás, hogy már volt olyan fesztivál Zürichben, ahol egy applikációt használtak. A fesztivál résztvevői egy applikációt letölthettek, és azzal folyamatosan tudták monitorozni, hogy hol helyezkednek el a fesztivál résztvevői, hol mekkora a sűrűség, és azonnal egyébként tudtak visszajelzést küldeni a telefonra, hogyha valahol úgy érezték, hogy kritikus helyzet alakult. Na de várjál, ennek a gyakorlati részét nem nagyon látom. Tehát a telefon ott van a zsebemben, az küldi a jelet, ez lehet, hogy valami kontrollteremben szépen ki is rajzolja a pöttyöket, hogy egy ember hol van. De a nagy tumultusban, ha én kapok egy SMS-t, vagy bármilyen jelzést a telefonomra, egyrészt, ha nagy tömeg, úgyse veszem észre, másrészt, mit tudok ott csinálni? Sokan vannak körülötted? Menjél? Hát látom, hogy sokan vannak körülötted. Alapvetően egyébként azt gondolom, hogy a mai világban kb. Az emberek nagy része folyamatosan csekkolja a telefonját, tehát nincs az a veszély, hogy a nagy tömeg van, nem nézem meg, mert egyébként nézik. Ez az alapkoncepció, és ha már néhányan megnézik, az már jó indulás. Tehát ilyenkor általában nem az van, hogy annyit mondanak, hogy figyelj, itt nagy a tömeg, húzz innen, hanem valami opciót mondanak, hogy akkor figyelj, ezen az útvonalon valami van, akkor ezt az útvonalat válaszd inkább, vagy ehhez hasonló dolgokat. Tehát ez tipikusan egyébként legtöbb esetben olyankor történik meg, amikor vonulnak az emberek valamiért, és olyankor, ha egy alternatív útvonalat ajánlasz nekik, akkor így lehet csökkenteni ezt. Értelemszerűen egyébként ez egy nagyon nehéz műfaj, tehát az, hogy az emberek sűrűségét kordában tartani, ez nem egy egyszerű dolog, de pont ez az egész tanulmánynak az eredménye szerintem, hogy akkor is, hogyha ezt mint fizikai rendszert nézzük, akkor egészen más módon gondolkodunk a megoldásról. Mert régebben mindig az volt az ötlet, hogy az embereket kellene valahogy megfegyelmezni, az embereket kéne rávenni arra, hogy úgy viselkedjenek, hogy ne történjenek ilyen balesetek. De hogyha tudjuk, hogy nem az embereket kell megfegyelmezni, nem mit tudom, én kirakunk táblákat, hogy figyelj, ne lökdösd a másikat, vagy hasonló, hanem egyszerűen mi vigyázunk, tehát a szervezők próbálják ezt a rendszert fenntartani, akkor így megelőzhető egy csomó baleset. Meg olyan is előfordult már a történelemben, hogy valahol, ahol egy hasonló kritikus helyzet kialakult, úgy azt hitték, hogy az emberek nagyon elvesztették a fejüket, és úgy akarták megnyugtatni őket, hogy ilyen füstbombát dobtak be, vagy valami hasonló. Tehát valahogy az volt az ötlet, így hirtelen nem is tudom, hogy miért, hogy egyszerűen az embereket hirtelen le kell szedelni, és le kell nyugtatni, vagy így ki kell ütni, és hát értelemszerűen ez csak rosszabb, vagy így, fokozta a pánikot, meg az egész helyzetet, annyira rontotta. Ráadásul ebben az az, hogy ki se tudják próbálni előtte labor körülmények között. Igen. Úgyhogy például ez is egy olyan példa volt, ahol utána nagyon sokan meghaltak ettől, mert ez csak egy ilyen trigger volt, hogy ez még rosszabbá váljon az a helyzet. Úgyhogy... Fú, mondjuk még azon gondolkodtam, hogyha én megkapom mondjuk ezt az SMS üzenetet, vagy bármit a telefonomra, és tudom, hogy ez miről szól, nem csak arról, hogy nézd csak itt egy jobb útvonal, aztán menjél arra, hanem arról, hogy itt valami végveszély következhet, ahol embereket tiporhatnak el, hogy az nem okozhat-e nagyobb pánikot. Azt gondolom, hogy értelemszerűen ki kell alakulnia egy kultúrájának, hogy ez hogy működik, de értelemszerűen ez olyankor működne, amikor az SMS még jóval előtte jön. Tehát nem az van, hogy akkor, amikor az SMS érkezik, akkor te már egy vészhelyzetbe vagy, hanem amikor már emelkedik a sűrűség, és már úgy látszódnak jelek, hogy ez így nem lesz jó, de akkor még nincs pánik, és akkor még nincs veszélyhelyzet közvetlenül, akkor még az emberek tudnak módosítani a pályájukat. És ha tételezzük fel, ja, mondjad, Beni. Semmi, csak az eszembe az SMS-ről, hogy majd átülök egy másik autóba. Igen. Viszont ha nincsen SMS-ünk, és nem gondoskodnak rólunk központilag sem, hogy milyen kocsiba üljünk a hóviharban, akkor mit tehetek én például egyszerű tömeg résztvevő, hogy elkerüljek esetleg baleseteket? Legalábbis, oké, tudom, hogy passzívan ez meg fog történni, mert ha, hogy mondhat, hogyha elesik valaki, az olyan, mint egy fekete lyuk, hogy igen, így az berántja. Berántja az embereket, az nagyon érzékletes volt az előadáson, ahogy ezt kifejtetted. Viszont ha én nem szeretném, hogy engem berántson, vagy én essek le, én tehetek valamit egyénileg, hogy a szélére állok, a közepére állok, a nem tudom, fejtetére állok. Nem, az az igazság, hogy tényleg ez a két jelenség, amiről beszéltem, ez a tömegturbulencia, amikor ugye már teljesen kaotikussá válik a mozgás,
Ez is olyan, hogy kivéthetetlen, és ha utána valaki egy valaki elesik, már pedig előbb-utóbb elfog, mert nem vasemberek vannak ott, meg ilyesmi, akkor tényleg ez egy olyan effektus, hogy ugye ahol valaki elesik, ott tényleg kialakul egy ilyen űr a tömegben, és ez a tömeg egyszerűen a többi oldalról ezt az űrt be akarja tölteni, és egyszerűen nem tudsz védekezni. Tényleg vagy letaposod, aki ott leesett, vagy ráesel, és akkor növeled a lukat. Ez a, ugye megfigyelhető, amikor egy ilyen tömegből esett után, ilyen emberek kupacait maradnak. És ez az a jelenség, hogy ott egyszerűen folyamatosan nő ez a kupac, mert folyamatosan esnek rá az újabb emberek, meg tapossák is el őket. Nagyon barátságos, igen. És ez az egészben az ijesztő, hogy ezen a ponton, ha te már ott vagy benne, akkor nem tudsz ez ellen védekezni. Tehát nincs erre eddig még jó módszer, hogy mit csináljak ott. Majd ha feltaláljuk a teleportot, akkor minden jó lesz, érted? Igazából erről most az jutott eszembe, hogy ez most azt bizonyította, hogy az emberekre is, tehát az emberi tömegnek is van Reynolds száma. Igen. Tehát akkor lehet, hogy a viszkozitást kéne csökkenteni. Mit gondolsz, ha bezsíroznánk az embereket, akkor megoldást jelentene az a probléma? Nem tudom, de például egyébként az, hogy mekkora kell legyen az emberek sűrűsége, tehát hány ember per négyzetméter ez a kritikus határ, ami fölött ez bekövetkezik, ez a Reynolds szám, amit ugye így hívnak. Ez például függ attól, hogy mennyi az átlagos körmérete az embereknek. És értelemszerűen, hogyha vékonyabb emberek vannak, akkor többen elférnek kis helyen, úgyhogy megnő ez a szám. Úgyhogy szerintem az a legjobb, hogyha mindenki elkezd, nem tudom, sportolni, egészségesen táplálkozni, és vigyáz a körkerületére. Szerintem ilyen formában még senki nem hívta fel az egészséges életmódra eddig a figyelmet. Ha nem fogysz le, eltaposnak a koncerten. Pontosan. Egyszerű, de hatásos üzenet. Köszönöm, Beni. Mindig bajban vagyok, hogy mi legyen az adások címe, de azt hiszem, ez a ha nem fogysz le, eltaposnak a koncerten, ez tökéletes. Nagyon nehéz ezek után szavakat találni, hogy hogyan lehetne valami vidámabb témáról beszélni, bár egész jó hangulatban esetelted. Igen, bár ez volt az egyik kritikai megjegyzés, amit az előadásom után is kaptam, hogy ha már egy ilyen témáról beszélek, amiben emberek halnak meg, akkor esetleg nem kéne folyton mosolyognom. Akkor közelítsük meg. Nem találtam ki, hogy ezt hogyan csináljam. Közelítsük meg inkább onnan, hogy miért beszéltek ezekről a témákról. Nem feltétlenül a tömeg katasztrófákról, hanem akár a sörről. Miért érzitek az fontosnak, hogy itt legyetek? Hát akkor igazából kezdeném, hogy őszintén jelentésen mindig is nagyon-nagyon szerettem szerepelni minden fórumon, és ezt a lelkesedésemet megpróbálom inkább abba átfordítani, hogy ez hasznos legyen másoknak is, és azt csináljam, amit szeretek, igazából a tudományt és annak a népszerűsítését. Az, hogy pont a sört választottam, meg az alkoholt, igazából egyetemista vagyok, kollégista, és tudom, hogy ezzel egy elég széles réteget átfogok, pláne, hogy hát szomorú, de tényleg Magyarország az 1 millió alkoholista hazája. Persze most nem őket fogjuk meg, hanem akik nyilván csak sokkal lajtosabban alkalmanként isznak, de azért az alkohol valahogy mindig ott van, hogy az összeköti az embereket. Tehát ez egy olyan pont, amiből föl lehet építeni, és innen is az ivásból, a kocsmázásból is el lehet jutni egy komoly tudományos élettani összetett folyamathoz. Igen, ez egy olyan téma, amit az emberek úgy át tudnak érezni, amihez így kapcsolódni tudnak, magukénak érzik. Ez nagyon fontos, hogy személyes kötődés legyen, amikor átadsz valamit. Igen, ez a tudomány kommunikációs versenyek, mert mindig is az volt a gondolatom, meg én azt gondolom ennek az alapjának, hogy olyan dologgal kell kezdeni, ami így az embereknek a világképből ott van, ami a mindennapjukat érinti. Mert hogy a tudomány akinek elvették a kedvét tőle, az mindig úgy tekintett rá, mint egy ilyen bekeretezett dolog, hogy az úgy van, az így érthetetlen, és akkor az így csinálja, aki csinálja, engem nem érdekel. Holott pedig az a mindennapjainkban is ugyanúgy ott van, ugyanúgy találkozunk vele, és igazából csak a körülöttünk lévő világ megértéséről szól, és hogyha ezt például egy kocsmázáson keresztül valakit lehet érni, és gondolkodásra sarkalni, hogy hú, hát én ezt észrevettem, hogy ez meg ez történik, és ó, basszus, ez ezért meg azért történik, akkor már is egy kicsit közelebb hoztuk az egyént a tudományhoz. Szóval... Gyönyörű volt. Lezárni azért nem tudtam. Igen, nekem is elég késő van már. Késő van, igen. Igen, tehát ezzel szerintem rekordot írtunk, tehát ilyen későn még podcast adást nem vettünk fel. De milyen háttérrel jöttetek erre a versenyre? Mint
tudománykommunikációs tapasztalatra gondolsz, vagy... Hát részben arra, részben pedig, hogy, hogy mi adja hitelét annak, hogy tőletek halljuk meg ezeket a... Jaj, de szépen mondtam. Ezeket az előadásokat. Én egyébként alapvetően csak reflektálva arra, amit mondtál, én például sose szerettem Isten igazából szerepelni egyébként, bár nem húzott el a dolog elő, de nem ez volt így a feltétlen az elsődleges választásom. Viszont amit én nagyon megszerettem az évek alatt, ez a tanítás, tehát én egyébként úgymond azért is keveredtem ide, mert ennek már nagyon sok éve, amikor ebből beleszerettem ebbe a műfajba, hogy tanítani és másoknak átadni azt, amiről én azt gondolom, hogy ez egy nagyon klassz dolog. Úgyhogy én a matematikát tanítottam nagyon sokáig, ez az első végzettségem matek, és alapvetően így útközben kezdtem átpártolni, amikor elkezdtem fizikát tanulni, utána kezdtem el a fizika népszerűsítésébe is így belekóstolni, és én mindenféle kísérleti bemutatókat tartani. És azt gondolom, hogy így most például ebben jelenleg éppen pont nem is tanítok, és ez kicsit hiányzik is, és ez valamilyen szinten az, hogy mostanában több ilyen tudományi kommunikációs dologba belevágok, ez azért is van, mert egyszerűen szükségem van erre, hogy így szeretek beszélni a tudományról, akár matematika, akár fizika, mind a kettő engem nagyon le tud nyűgözni, és egyszerűen szeretem ezt másoknak is megmutatni, hogy figyeljetek gyerekek, ez tényleg egy fantasztikus dolog, tehát itt olyan dolgok vannak, amik egyszerűen emberekesnek egymásra is tiporják. Igen. Majdnem azt mondtam, hogy halálra, de azért ezt ne emeljük ki, bár ez is előfordul. Hát igen, általában barátságosabb témákban szoktam kísérleti bemutatókat tartani, ott csak így lefagyasztjuk az embereket, meg felgyújtjuk őket. Nagyon szívesen látok mindenkit sok szeretettel valamelyik ilyen bemutatónkon. Azokat nagyon szokták élvezni az emberek. De egyébként igen, általában inkább a kísérleti bemutatók felé hajlok, de ez a téma például egyáltalán nem a tényleges kutatási területemhez kapcsolódik, asztrofizikával foglalkozom jelenleg. Viszont pár évvel ezelőtt egyszer csak kellett tartanom egy előadást az egyetemen, és ez a téma szembe jött, és ezt dolgoztam ki akkor, és engem akkor annyira így megfogott, hogy ez egy milyen alap, hétköznapi jelenség, igaz, hogy egy nagyon tragikus, tehát azért nem mindennapi, de akkor is egy hétköznapi jelenség, és mégis milyen érdekesen lehet ezt a fizika oldaláról megközelíteni. És egyszerűen engem már akkor ez így érdeklődéssel töltött el, és utána néztem, meg utána olvastam, és most, amikor így összeírtam, mondom, egy rakat témát, mert ezer más olyan dolog van a fizikában, amit lenyűgözőnek találok, meg a saját kutatásom az asztrofizika értelmszerűen, nem hiába választottam asztrofizikát, szerintem az egyik legklasszabb dolog a világon. Úgyhogy, de ez valahogy így bennem maradt, hogy ezt 3 percben olyan klasszul össze lehet foglalni, és olyan jól át lehet adni valamit az embereknek, amit eddig még nem tudtak, de szerintem érdekelni őket, hogy valahogy így kötöttem ki ennél a témánál. Nekem ez az egész tudománykommunikációs dolog, ez nagyon új, nekem ez a mostani filmlab volt az első, amikor így tényleg laikusoknak kellett elmagyarázni bizonyos tudományos témákat. Én egyébként 5 éves orvostan hallgató vagyok Szegeden, és harmadés korom, szóval 3 éve tanítok élettant, és mindig is az élettan egy rettentően logikus, nagyon összetett tantárgy, és azt vettem észre, amikor én tanultam, amikor az évfolyamtársaim tanulták, hogy mindenki nagyon-nagyon belezavarodik a részletekbe, nem tudja elhelyezni egy ilyen körülárkolt tudományként tekint rá, hogy azt így be kell magolni, vissza kell mondani, és akkor slusz passz. És ez nekem sosem tetszett már, amikor tanultam, akkor is, mert így próbáltam rá vezetni az évfolyamtársaimat arra, hogy ezt lehet szebben is tanítani. Utána elmentem demonstrátornak, és mindig is azt tűztem ki célul, hogy élményszerűen lehessen tanítani ezt az élettant, összekötni a többi tudománnyal, hogy ennek igenis van klinikai vonatkozása, van biokémiai, anatómiai vonatkozása, és így mint az ember, mint egy komplex rendszert kell tekinteni, csak egy élettani szemüvegen át. És ez volt az a hozzáállás, ami így elkezdett e felé vinni, és akkor megláttam ezt a filmlap dolgot, hogy úristen, hát ez amit én nagyon-nagyon szeretnék csinálni, csak nem tudtam, hogy ennek van egy ilyen intézményesített formája, és hogy erre lehet jelentkezni, és akkor így kerültem igazából ide. Egyébként anekdotáznék még egy kicsit, mert maga a tudomány... Nem, sajnos kifutottunk az időből, sziasztok! Persze, mondjad! Na jó, akkor... Tehát magával a tudománykommunikáció, akkor, tehát hogy
kis annó még 12-13 évesen, amikor még így elkezdtem érdeklődni a kémia biológia iránt, bejött, utána nézegettem dolgoknak, lopogattam haza a szertárból ilyen szalmi access-t, jódot, hogy ilyen kis durranó dolgokat csináljuk. Jó, oké, akkor ezt majd kivágom, igen. Tehát meg volt már a lelkesedésem, de azért nem azért korlátozott hozzáférés, elég korlátozott hozzáférés, hogy így miket lehet csinálni. Aztán így szembe jött valamilyen fura szakállas rácnak egy-két ilyen videója, ahol mindenféle kísérletet mutatott be. Nem ismerős ez a történet neked valahonnan? Nem. Azért is. Volt szakállam. Akkor hát így serkent, mint így nekem 2-3 éve. Na mindegy, szóval azért említettem meg ezt, azért fura, hogy itt vagyok, mert engem még annó, amikor 2008-ban elkezdted ezt a szertárt, azok a videók engem nagyon-nagyon motiváltak, és nagyon-nagyon-nagyon eltereltek abba az irányba. Tehát az adott el tudomány kommunikáció felé egy ilyen dolgot, hogy nem csak Bárján, csinálni most, lehet a tudományt, most kezdek nagyon zavarba lenni, tehát nem erről kérdezni. Egyébként ez volt a célom, de ezt mindenképpen meg akartam említeni, ha már így elkaptál így random engem, és ide volt, akkor csak elmondom, hogy annó még egy jó 8 évvel ezelőtt vagy. Jó, most lehet, hogy késő van, és nem pontos számot mondtam, de anno azért elég jó löketet adtak azok a videók, hogy így, hogy ne, a tudományt nem csak csinálni, hanem kommunikálni is lehet. És ez egyébként ott motoszkált valahol így a tudatalattimban végig, és amikor elkezdtem tanítani, valahogy följöttek azok a módszerek, hogy te ezt ugyan csináltad anno, és sarkalt is arra, hogy még több videót nézzek külföldieket, és képezzem magam arra, hogy ezt így hogyan kellene jól tanítani, és jól megfogni az embereket a tudomány által. Wow, ez akár zárszónak is gyönyörű lenne. Nagyon jó. De azért még van időnk. Persze, időnk rengeteg van. Főleg most, hogy nem a rádió stúdióban vagyunk, ahol kopogtatnak ránk, hogy menni kell ki, úgyhogy teljesen kötetlen így a műsoridő. Bár ez időnként veszélyes szokott lenni, amikor az embernek annyi ideje van, amennyit csak akar. Elfajulnak a dolgok. El-el. Vagy elfogy a Bambi. Igyatok nyugodtan, tehát nem akarom promotálni, hogy mi minden folyik itt, de nyilván vizet isznak a kedves vendégek körülöttem. Én ugye nem iszom alkohol, tehát én ezt nem tudom megtapasztalni, vagy megtudnám, csak... Na mindegy, hagyjuk ezt el, most itt kezdek belekeveredni. Tehát, hogy ez is a tudománykommunikáció, hogy ne csak elméletben mutassuk meg az emberek, hanem gyakorlatban is, amiről beszéltem korai délután, azt most átutatjuk. Igen, most fogjuk neked megmutatni gyakorlatban, hogy melyikünk az, aki a legtöbbször fog kimenni a mellékhelyiséget használni. Azt hiszem, én leszek az. Igen, mert előtted egy dobott sör van, te meg benni bort iszol, rozé, vagy... Egyszerű kis rozéfröccsöt fogyasztok. Jó, hát akkor ezt is megtudtuk, ha vezetés közben hallgatnátok a Szertár podcastet, mint ahogy nagyon sokan teszitek, ne igyatok alkoholt, jó? Tehát, hogy ez nem erre lett volna a promóció, ja, és persze csak 18 év fölött. Nem, ez pusztán csak a illusztrálása a Benni előadásának. Pusztán kísérleti jelleggel csináljuk. Mi az, amit vártok a filmleptől? Én egyébként elárulom, hogy én amit vártam, azt alapvetően, amit első körbe vártam, azt megkaptam, mert így igazából... Ez egy gyere el a döntőre szerintem. Igen, mindenképpen el fogok menni, de az az igazság, hogy amikor így megláttam, egyrészt az alapötlet nagyon tetszett, tehát én tudtam, hogy ebbe a közegbe nekem valahogy bele kell kóstolnom, hogy milyen az, amikor ennyi ember, akik tudományról akarnak beszélni, érthetően, izgalmasan ezek így összegyűlnek, és ezt szerettem volna nagyon, hogy el tudjak idejönni a mesterkurzusra, ez volt belőttem, hogy tök jó lenne legalább ott átnyitni az elődöntőn és ide eljönni, mert úgy éreztem, hogy itt tényleg egy olyan közösség lesz, akikkel így érdemes megismerkedni, és érdemes kapcsolatokat ápolni, és megosztani a tapasztalatainkat, vagy azt, hogy mit akarunk csinálni. Most sajnos nincs itt például az egyik lánya Janka az elődöntőből, de például úgy örülök, hogy megtaláltam egy fizikus lány, és nagyon lelkes abban, hogy kísérleteket mutasson be, és a gimnazisták meg a fiatal generáció felé mutassa a fizika szépségét, és mondtam neki, hogy egyszerűen én szoktam ilyen kísérleti bemutatókat tartani, és mondtam, ha én nem érek rá, neked fogok szólni, legalább van valaki, akit találtam, aki hasonló elhivatottsággal csinálja ezt, és például ilyenek, tehát, hogy egyszerűen összekapcsolódni, és tapasztalatokat szerezni, fejlődni. Kaptunk ugye egy csomó jó ötletet, visszajelzést most ma is arról, hogy milyen a mi előadásunk, hogy még jobbak legyünk, és nekem ez volt az első célom. Úgyhogy ezután minden már csak habatortán, ami a döntőbe várható. Ez annyira jól esett nekem, vagy nem tudom, a jól esett a jó szó, de felcsillant a szemem, amikor mondtad Jankát.
ugyanis én viszonylag régóta ismerem őt, ők csinálnak, vagy csináltak régebben egy YouTube sorozatot Tudásó néven, még középiskolásként kezdték el, kísérleteket mutogattak. Aztán Jankával találkoztam később a Szindikátor programban, a tavalyi egyik döntős volt, most pedig az idén az Energiakövet programnak az egyik energiakövete volt, úgyhogy ment különböző középiskolákba és energiahatékonysággal kapcsolatos dolgokról nagyon beszélt. Nagyon benne van. És akkor itt gyorsan beszúrom, mert lehet, hogy még elcsípitek a jelentkezést, ti hallgatók, hogy lehet jelentkezni az idén is az Energiakövet programra, nem emlékszem pontosan, hogy most vasárnapig, vagy mikor lesz a jelentkezési határidő, de hogyha ti szeretnétek például energiahatékonysággal kapcsolatban egy jó ösztöndíj fejében órákat tartani, akkor adjátok be a jelentkezéseteket, a linket majd berakom a podcast alá. Ez nem volt betervezve, de ez így szépen de nagyon jól felhoztok, igen. Na, lehet én is keresek egy kis pénzt majd. Na, szóval, hogy mit is jelentenek? 300 ezer forintot kapnak az energiakövetek így, ha jól emlékszem, így ösztöndíjként, úgyhogy megéri óravázlatot kidolgozni. Nyilván nem erről van szó, tehát, hogy nem ez a lényege, de... Jó. Én ismét egy anekdotával jönnék, hogy így mit is jelentett nekem. De most nem én leszek benne, ugye? Nem. Azért, na. Na szóval, amikor elmentem az elődöntőre, akkor elhívtam egy nagyon kedves barátomat, Katának hívják. Ő egy igazi alternatív bölcsésznány. Koncertekre jár, zenemenedzser szeretne lenni, nyelvekben nagyon otthon van, pengén beszél németül, angolul. Tehát egy igazi kis izé, mindig váltogatja a haja színét, egy teljesen az alternatív. Tudományok az így nem sok köze van. És most én Ágira néztem hirtelen, akinek ilyen türkizkékből szőkébe igen, és tavaly még ciklámen volt, úgyhogy igen. Raszta haja van. Szóval Kata barátom... Csinálunk szelfit, ezt nem majd meglátjátok. Kata barátom így a természettudományok, akkor így nem nagyon érdekelte, meg mindig is egy kicsit taszította a téma, és így gondoltam, hogy na ez lesz az, ahova elhozom, és majd neki nagyon jó lesz. Egy kicsit szívta fogát az elején, hogy hova akarom én elvinni, de mondtam, hogy MTA, nagyon csinos épület, gyere el, jól fogod érezni magadat, és még lehet, hogy a tudományhoz is kedvet kapsz. Elmentünk, beültünk, végigültük az előadásokat, és olyan csillogó szemekkel jön ki, mondta nekem, hogy Jézusom, Beni, hát én végre életemben először értem a fizikát, tudom, hogy olyan kedvet kaptam hozzá. És ha az előadásommal, vagy bármilyen, amit csinálok, akár egyetlen egy embert tudok ennyire motiválni, már elértem azt, amit szerettem. Na várjatok, mert itt most kötözködni fogok. Ez elég gyakran elő szokott jönni ez a téma, hogy azzal, hogyha elmegy egy idézőjelben laikus, aki abszolút nem foglalkozik az adott tudományterülettel, meghallgatja azt, hogy milyen király, hogy elesik valaki a tömegben, ráesik, nyilván nem ez a tény a király, hanem az, hogy mögötte van egy tudományos magyarázat, ráesnek az emberek, és ennek a statisztikus fizika az alapja, attól ő még nem fogja érteni a statisztikus fizikát. Egyértelmű, hogy 3 percben nem tudunk belesúvasztani teljes tudományágakat és teljes háttértudást, de tudunk róla bizonyos szituációkról képet adni, bizonyos jelenségekről képet adni, és például nagyon fontos szerintem, hogy vannak fogalmak, amik mondjuk egy-egy tudományágban teljesen megszokottak az adott tudományágon belül, és például a fizikusok körén belül, és nem ismertek mondjuk az átlag emberek számára, akik nem fizikával foglalkoznak, de például jó, hogyha idővel ezek így belekerülnek a hétköznapi kommunikációba, tehát hogy így elfogadott fogalmakká válnak, mint tényi. Például régebben, mit tudom, a relativitás elmélet is ilyen volt, hogy most se tudja feltétlenül mindenki, hogy pontosan miről szól, de legalább már a hétköznapi életben egy ilyen kép kialakult bennük, hogy van egy ilyen, hogy tudják, hogy létezik ez a dolog, hogy relativitás elmélet. Tehát azt gondolom, hogy fontos, hogy bizonyos dolgok, amik új eredmények, azok is így beszivárogjanak a hétköznapokba. Meg ezzel igazából szerintem a kritikus gondolkodást lehetne promotálni és serkenteni az emberekbe, hogy kérdőjelezzenek meg olyan dolgokat, amiről azt hitték eddig, hogy az úgy van, hogy a sziklaszilárd, mert szerintem ez a tudományos gondolkodásnak igazából ez az alapja, és ez viszi előre, hogy azt fogadom el, amit tényleg bebizonyítottam, amire épül, amitől fejlődni tudok. És ezt a fajta gondolkodást promotálják ezek a 3 perces szessziók, ezek a kis előadások. Szerintem ebben lehet jövő. És ami a tudománykommunikációnak igazából szerintem a legnagyobb kihívása az nem is a hallgatóságot, hanem az oktatókat megfogni, hogy ők is váltsanak. Mert én az oktatás, tehát igazából itt
ami miatt a széles közönséghez nem jut el a tudományos gondolkodás, az a rossz oktatás, az oktatóknak hozzáállása. És pont ahogy egyébként fejlődik a világunk, én azt látom, hogy egyre több oktató van úgy, hogy nem azért csináljuk, mert hogy így szoktuk, meg hogy így csinálták már 20 éve is, hanem igenis mer változtatni, mer szembe menni ezekkel a beidegződésekkel, és kritikusan gondolkodni a saját munkája iránt is. És bár ez egy kicsit nagy távlati gondolkodás, de szerintem ezek a kis lépések, amit megteszünk azért, hogy egy ilyen nagy távlati célt ezzel el tudjunk egyszer érni. Igen, meg szerintem alapvetően fontos az is, hogy így a tudományok presztízsét úgymond növeljük, tehát hogy ezek értékes dolgok, tehát hogy ezeknek egyrészt haszna van, hogy gyakorlati életben is akár lehet haszna, de még ha éppen a gyakorlati életben nincs is haszna, de hát, hogy akkor is olyan dolgokkal foglalkozik, amik előrébb visznek, és amik jól felépítettek, jól megalapozottak, és amikre számíthatunk és építhetünk, és talán, hogyha a tudományok presztízse is nő, akkor remélhetőleg esetleg a hamis információk presztízse meg csökken, mert azért nagyon-nagyon sok olyan információ tud terjedni a világban és az interneten, ami elég furcsa forrásokból elég megtévesztő dolgok, és azt gondolom, hogy nem árt az, hogyha az emberek elfogadják, vagy tudnak úgy tekinteni a tudósokra, hogy olyan emberek, akiknek a szavába esetleg bízhatnak. És ez nem azt jelenti, hogy itt soha nincsen tévedés, de alapvetően elég jól, hogy mondjam, nagy az ellenőrzés és a kontroll, és azért nagyon ritkák azok, hogy így hatalmas nagy bakik legyenek. És hogy ezeknek az embereknek a szavára adhatunk, tehát hogy hitelesek, ez azt gondolom, hogy szintén fontos aspektus. És még azt hozzátenném, hogy mindig volt egy ilyen gondolatom, hogy az általános műveltségnek, a humán műveltségen kívül a tudományos műveltségnek ugyanúgy része kell, hogy legyen. Ez az, ami szerintem a társadalomban így nagyon nincsen meg, hogy az általános műveltség az, hogy fel tud sorolni a megyéket, hogy tudj idézni adittól, vagy valami. Ez oké, az általános műveltség történelem és irodalom, és pont kb. De a humán meg még ott kell lennie a reálnak is, mert úgy kapunk teljes képet a világról. Hát ez egy volt kutató kollégámnak az egyik mondása volt mindig, hogy ha fel tudod idézni, hogy nem tudom, a Müncheni Operaház 72-es nyitó előadásán ki volt a, nem tudom, a szoprán, bármelyik operában, akkor te művelt vagy. Ha tudod, hogy a hidrogénnek hány izotópia vagy, akkor szakbarbár. Igen, tehát pontosan. És ez nem azt jelenti, hogy ezeket lebecsülnénk, de teljesen egyetértek, hogy ha azt mondjuk, hogy általános műveltség, akkor ennek nagyon széles spektrumon kéne mozognia. Tehát akkor tényleg az kellene, hogy egyszerűen humán és reál tárgyakból is legalább egy alapkép legyen az emberekben, és hogy ez természetes legyen is, és nem egy elítélendő dolog, hogy én akkor tudom, hogy mi ez a Pitagorasz tétel, vagy ilyesmi. Tehát, hogy egyszerűen ezek ugyancsak a műveltség részei legyenek. Igen, ezt nagyon adom. Hát a kultúra része a tudomány és technika is, tehát. Igen. De ez elég sokszor, hogy mondjam, ilyen helyzetekben elfelejtődik, és tényleg ez van, hogy jól van, ő csak matematikus, fizikus, és érti a tudományát, de amúgy az a művelt, aki minden más témáról meg tud szólalni. Jön 14-én a döntő, majd erről részleteket szerintem belinkelek, ne várjátok el, hogy most így ilyen késői órán ezeket így felidézzem. Mi az, amit ti kihívásnak láttok magatokkal szemben? Igazából én a döntőre már nem... Csak hogy ne legyen húrá optimizmus, tehát hogy így fogjuk vissza egy kicsit. Hát az a gond, hogy ezzel nem tudsz visszafogni, mert mint ahogy a mentorunk is mondta, hogy igazából mindannyian nyertesek vagyunk már itt, hogy itt tudunk lenni, meg fejlődni és visszatekinteni. Most itt vagyunk 14-en, teljesen, illetve 12-en sajnos, teljesen különböző karakterek, különböző érdeklődési körrel és előadással, abból egyet kiválasztanak. Nem biztos, hogy... Szuper előadások voltak egyébként. Igen, itt minden, tehát azzal, hogy már itt vagyunk, és megosztottuk egymással, és a többiek előtt előadtuk, és reflektáltunk egymást, szerintem már ezzel nyertünk annyit, hogy a továbbiakban ez mindenképpen a hasznunkra válik. Persze, tök jó presztízs, meg nagyon király lenne, mindenki ki akar menni a nemzetközi döntőre, de hát 12-ből egy fog, így mindenképpen optimista vagyok, és nem...
nagyon tartom ezt kívásnak. Persze a legjobb formát fogom adni, és akarom adni, és mindent megteszek, hogy én legyek majd az, aki kimegy, de ez ezzel mindenki így lesz, és attól még, hát igazából válaszolva az eredeti kérdésedre, az a kihívás, hogy magamnak teljesítsem azt, amit elvárok magamtól, és a legjobb formát hozzam ott a döntőben is. Hát úgy legyen, egy zárójeles megjegyzés, ugye a döntő, a FameLab maga egy nemzetközi rendezvény, úgyhogy aki itt nyer, az a Cheltenhami Science Festivalon adhat elő mindenki mással együtt, képviseli az országot, hatalmas networking, meg minden lehetőség. Hozzáteszem zárójelbe, hogy azért próbáltam elkerülni a, nem tudom kiejteni a városnak a nevét. Cheltenham, vagy hogy mondják? Nem fogalmam sincs, de ezt nem hiszem, hogy a ma este az, amikor ezt meg fogom tanulni. Majd elég lesz akkor, hogyha ki kell vendet oda. Ja, addig fölösleges. Igen. Számomra mi lesz a kihívás? Igen, azért nézünk itt rá. Mindketten várjuk, hogy mit tudsz. Alapvetően azt gondolom, hogy számomra a legnagyobb kihívás, hogy ha sok ember néz egyszerre, akkor attól zavarba tudok jönni. Akkor nézzük erősebben. Ti csak ketten vagytok. Bár attól ez, ez még nem egy tömeg. De alapvetően azt gondolom, hogy, ezt azért elég jól le tudom győzni, hogyha úgy hozza a helyzet, és hogyha elég nagy a motivációm és az inspirációm hozzá. Például az elődöntött én nagyon élveztem annak ellenére, hogy ott is azért egy kicsit aggódtam, hogy kiállok, és mindenki majd engem néz, és ettől zavarba jövök. De abszolút a témák jók voltak, élveztem a hangulatot, és így abszolút elfelejtődött ez a része a dolognak. Úgyhogy ettől függetlenül azt gondolom, hogy ez lesz a legnagyobb kihívás, hogy meg a saját elvárásainknak megfeleljünk, hogy akkor amit elképzeltünk előadást, azt úgy abban a formában elő tudjuk majd ott adni, de azt gondolom, hogy nagyon félnivalónk nincsen ezen a ponton tényleg. Nagyon nagy baj nem történhet. Na hát akkor sok sikert nektek, így röviden összefoglalva. Köszönjük szépen. Köszönjük. Szerintem lassan visszaengedlek titeket, én meg itt elpakolok, egy hatalmas rumlit csináltam, de akkor itt még a szokásos levezető szöveget egy kicsit így oldott a formában. Azt, hogy most itt lehetett ez a technika, a három mikrofon, meg állványok, meg mindenféle dolog, ami a felvételhez kell. Nem tudom, milyen lett a minőségem, most vetettem be élesben így egyszerre a hármat. Ez jó rész. Ha nem lesz jó, akkor nehéz lesz újra felvenni. Megoldjuk. Ezt jó részt annak köszönhetem, hogy Patreonon nagyon sokan támogatjátok a Szertár Podcastet, úgyhogy köszönöm szépen. Tartsátok meg továbbra is a jó szokásotokat, akár egy jelképes összeggel is havonta Patreonon idézőjelben előfizethettek a Szertár Podcastre, ezzel rengeteget segíthettek a különböző vendégek elérésében. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmeteket, jövő héten találkozunk, lehet, hogy más fémlebes vendégeket is hívok, valószínűleg egy másik helyszínen fogunk találkozni, ugyanis nagyon sok nagyon jó előadás, nagyon jó téma volt, és rengeteg szuperértékes karakter, aki itt megjelent. Nem tudom, hogy ez ennek volt-e értelme, de szerintem értitek. Ráértettük, igen, és szerintem pont este ezért érdemes lesz eljönni. Fél félkor, vagy fél tizenegykor már mindennek van értelme, szerintem. Fél tizenegy, háromnegyed tizenegy. Csak az a baj, hogy a hallgatók ezt frissen kipihenten hallgatják majd. Ó, ezt nem tudhatod. Jó, remélem sokat bulisztatok, és másnaposan, vagy éppen nem másnaposan fogjátok hallgatni. Minden esetre sokat jártatok tegnap a WC-re, vagy valami ilyesmi, és akkor majd nagyjából egy szinten leszünk, mint ahogy most mi előadjuk. Na jó, ebből szerintem nem keveredek ki jól. Sziasztok, legyen szép hetetek, iratkozzatok fel a Szertárra mindenütt, ahol találjátok, kövessétek a podcastet, iratkozzatok fel rá azon a podcast alkalmazáson, amit éppen használtok. Sziasztok! Levágottam akarat.